Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Az első Tesszalonikai levél 5. részéből olvasok fel egy mondatot. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Az elmúlt két csütörtökön arról beszéltünk, hogy az életünk boldogsága, minősége elsősorban nem attól függ, ami körülvesz bennünket, amilyen körülményeink vannak, vagy amilyen emberek élnek körülöttünk, hanem elsősorban attól függ, hogy milyen szemüveget viselünk, milyen módon látjuk a világot, hogyan állunk hozzá az életünkhöz. És azt tanultuk a Bibliából, hogy az Isten szerint való hozzáállás, látás, az a hála látása. Amikor én észreveszem azt, amin van, és nem arra koncentrálok, ami nincs. És látom azt, hogy amin van, azt én kaptam valakitől ajándékba, ezt neki tudom megköszönni, és tőle tudom elkérni a szükségeimre valót. Rá tudom bízni az életemet. Ennek a tünete, ennek a mellékhatása, következménye az Isten békessége, amely betölti a szívemet minden körülmények között. Hát ez az az út, amit tanulgatunk, amit tudatosan próbálunk járni Istent követve. Na most fontos azt látnunk, igen, hogy van Istenünk, aki betölti a mi szükségleteinket. Tőle kérhetünk, és neki köszönhetünk meg mindent. Ennél azonban még fontosabb, hogy nem csak, hogy ő tölti be a szükségleteinket, hanem nekünk őrá van szükségünk. A legfontosabb szükségünk az nem valami, amit Isten ad nekünk, hanem az ő maga. Az, hogy vele éljünk az ő szeretetében. Az elmúlt csütörtökön Dávid imádságából idéztem pár gondolatot, aki a templom építésére készülve mond egy hálaadó imát. Miért olyan fontos a templom Isten népének az életében? Azért, mert az Isten jelenlétét jelképezi az Isten temploma a Bibliában. Azért fontos Dávidnak, Salamonnak, a bibliai hívőknek a templom, mert őnekik fontos az, hogy Isten ott legyen velük, hogy ő vele éljenek. Ez a legfontosabb. Még csak nem is az, hogy mit lehet Istentől elkérni, hanem az, hogy ő maga velük legyen, és ők vele lehessenek. Minap láttam egy filmet, amiben van egy jelenet. Egy édesapa, aki külön él a családjától, meghívást kap a lányától ebédre. És hát az édesapa nagyon örül, örömmel készül erre a találkozásra, végre együtt lehetnek, végre beszélgethetnek, és akkor leülnek az ebédlő asztalhoz, és a lány az ebéd elején rögtön előhoz egy kérdést, elmondja, apa, külföldre szeretnék menni ezen a nyáron nyaralni, és mivel nem vagyok még 18 éves, szükségem van a te hozzájárulásodra. És hát nyilván az apuka így is örül a találkozásnak, de rögtön egy kicsit csalódik is. Ugyanis az egész találkozás arról szólt, hogy nekem szükségem van valamire tőled. Mennyivel több az, ha azt tudom mondani, hogy szükségem van valamire, nem valamire, hanem te rád van szükségem. Te rád, mert veled akarok lenni. Nos, az Isten így látja az életünket. Ő arra adta az életünket, hogy mi vele éljünk. Hogy rá van szükségünk, és meghívott bennünket, hogy ő vele együtt éljük a mindennapjainkat, hogy fölismerjük az ő szeretetét. Ilyen szeretetet nem találunk ebben a világban máshol. Nekünk arra van szükségünk, hogy valaki minket feltétel nélkül értékesnek tartson, szeressen, elfogadjon. Isten ezt tette velünk. Amikor annyi odáig ment ebben a szeretetben, hogy elküldte Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért, hűtlenségünkért, önzésünkért, hogy bocsánatot kaphassunk, és hogy visszatalálhassunk Istenhez, mert neki ez ennyire fontos volt. Nekünk elsősorban nem az ajándékaira van szükségünk, hanem ő rá magára, és a legfontosabb az, hogy ő vele éljünk, mert számunkra ő az élet. Látjuk-e ezt? Tudunk-e ebben a szeretetben örömmel élni? Tudunk-e ebben a szeretetben élve józanul élni Isten ajándékaival? Úgyhogy semmi ne legyen fontosabb nekünk nála, ne bántsuk meg semmivel őt, hogy úgy élünk az életünk dolgaival, ahogy az ő nem az akarata szerint való. És amikor elveszítünk valamit, ami kedves ajándék volt számunkra az Istentől, egy kapcsolatot, egy értéket ebben az életben, elveszítünk valamit, mert minden múlandó,
akkor tudunk-e vigasztalást találni abban, hogy nekünk mégis az a legfontosabb. Nem az az ajándék, amit elvesztettünk, hanem maga Isten, aki velünk van minden körülmények között, még a veszteségeink között is. Igazából az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, akkor tölti be a szívünket, hogyha mi látjuk azt, hogy nekünk is az a legfontosabb, hogy ő vele éljünk. Itt, most, ma is, örömünkben, bánatunkban, bőségünkben és veszteségeink között is, mindig az ő szeretetében legyünk a helyünkön.